Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a Szarvasi Városi Könyvtárban. Ismét elérkezett az október, és mint tudjuk, ha október van, akkor országos könyvtári napok rendezvénysorozat. Ilyenkor kedves látogatóink megszokhatták, hogy nagyon sok érdekes műsorral, programmal készülünk önöknek, ami sajnos a mai vírus helyzet miatt egy kicsit lecsökkent, nem tudunk olyan sok programmal készülni. De már a tegnapi napon elkezdtük, a gyerekeké volt a főszerep, amikor is Nyulász Péter íróval találkozhattak. A szlovák óvodások, egy óvodásoknak szóló rendhagyó irodalmi foglalkozáson vehettek részt, majd a benta iskolások pedig, a felső tagozatosok szintén rendhagyó irodalom órára várták őt. A holnapi napon Medvegyni és Korka Anna Három nemzedék alföldi konyhája című könyvét fogjuk bemutatni, és a kísérő problémáink sem maradnak el, amelyeket már megszokhattak. A könyvbőrze, az ingyenes beiratkozás és a megbocsátás hetesen fog elmaradni. A mai napra pedig Diósi Klárit hívtuk meg, akit szerintem különösebben nem kell önöknek bemutatni, hiszen mindenki ismerheti őt a Magyar Televízió Ridikül című műsorából. És én nem is húzom tovább az időt, átadom a szót Hegedűs Évának és Klárinak. Köszönöm szépen, érezzék magukat jól. Sok szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer, azért is, mert számomra is ez egy nagyon különleges alkalom, több okból is. Egyrészt azért, mert néhány hónappal ezelőtt én még gömbölyögő pocakkal ültem itt, és az elmúlt 4 hónapban gyakorlatilag csak egy aprócska szempárral néztem farkas szemet, és ritkán beszéltem, megmondom őszintén, bővített mondatokban, úgyhogy ilyen szempontból is ez egy újdonság lesz. Másrészt pedig azért, mert Klári szakmailag és emberileg is nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még mielőtt azért beszélgetnénk a szakmai pályafutásodról, illetve az emberi oldalról is, mennyire gyakori, hogy most gyakorlatilag szerepcsere történik, hogy te ülsz a katedra másik oldalán, és ilyen esetben hol húzod meg a határokat? Azt nem mondanám, hogy gyakori, és ugye az elmúlt pár hónap, mert végképp nem erről szólt, ugye, hogy tudtunk volna bárkivel találkozni, annak örültem, hogy mikor elkezdődött a vírus időszak, akkor legalább a műsorokat végig tudtuk csinálni, még akkor ott nézők nélkül, de fura, mert jobban dobog a szívem, higgyék el, mint ahogy a műsort vezetem, mert az mégiscsak egy olyan feladat, amit nem veszek rutinként, de oda felkészülök, ott vagyok, tudom, hogy én mit szeretnék, és annak megyek az útján, úgyhogy ez egy izgalmasabb dolog, hogy az Évivel itt vagyunk, meg hát végül is majd elmondjuk, ugye, hogy jól ismerjük egymást viszonylag régóta, meg a szüleink is jól. De hát ezt már átbízom. Igen, valóban ugye a tengező viszony egy kis magyarázatra szólol, annak ellenére, hogy általában ugye a média területén dolgozok egyébként, és gyakorlatilag egy-két perc után már tegeződnek, de emellett azért elég sok párhuzam van az életünkben, hiszen valóban mindketten a médiát választottuk hivatásul, emellett pedig a szüleink, vagy legalábbis nekem az édesanyám, neked a anyukád, édesapád pedagógus, mindkettőnknek van pedagógus végzettsége is, és egyébként sorolhatnám még, mert még az is kiderült, ahogy így készültem erre a beszélgetésre, hogy zongoráztál, én is vízöntők vagyunk, és meg sorolhatnák az egyik gyermeke, ráadásul egy évben születtek, de ami talán a legfontosabb ilyen értelemben, és ahonnan az ismerettség eredeztethető, az mindenképp Kun Szent Márton és a kezdetek, hiszen Klári is, én is Kun Szent Mártoniak vagyunk, ott töltöttük legalábbis az első 14 esztendő, éppen ezért adódik a kérdés, hogy te mit hoztál onnan Kun Szent Mártonból, illetve a szüleidtől. Hát ez érdekes most, ahogy férjemmel utaztunk, és autóval jöttünk, és hirtelen azt se tudtuk, hogy ott az M44-esnél hol kell lejönni. Mert aztán pár évvel a szüleim is fölköltöztek Budapestre, és a kötődésünk az tulajdonképpen csak a szüleim, meg én voltam a városhoz, mert rokonok nem éltek, ott kaptak a szüleim annak idején pedagógus állást, és hát ott letelepedtünk. Öcsödre születtem meg egyébként, mert Mezőtúron születtem, de Öcsödön tanítottak a szüleim, úgyhogy oda vittek haza először. Ugye szarvasiaknak ez sokat mond, mert itt van a közelben. És akkor, ahogy most eljöttünk, úgy egyrészt megdobbant a szívem, másrészt meg úgy elkezdtem hallani, ahogy a nyárfák susognak a körös parton, ami nagyon hiányzik az életemből.
És hát sokat kaptam, de leginkább olyanokra emlékszem, és most lehet, hogy nevetni fognak, amikor, hogy viselkedj, mert téged mindenki ismer a városban, mert a szüleid pedagógusok. Ilyen szokásos, hogy majd úgyis visszahalljuk. De hát ettől függetlenül szerintem én is, meg a nővérem is olyan jó gyerekek voltunk. Lányként sok problémát nem okoztunk, de van egy kerülő most az útépítés miatt Tősherdő lakiteleknél, és ahogy ott eljöttünk, mondom a férjemnek, tudod, hányszor jöttünk el ide biciklivel Konstantról, azt se tudták, hol vagyok. Mondtam neki, elmegyek, bringázunk, az testére hazaértünk. De hát egyébként meg sok jót kaptam, hát én is 14 éves koromig ott éltem. Aztán egyszer csak oda leültettem a szüleimet, 8-ban, és mondtam, hogy elmegyek Szolnokra tanulni. Hogy mi? Hát mondom, elmegyek Szolnokra. De hát kollégista leszel. Na, de hát majd kérdezel persze, és hát engedtek, mert persze, hogy engedtek. Én már akkor úgy kitaláltam, hogy mi lesz az én vonulatom, sőt, 6 évesen kitaláltam, hogy mit szeretnék. Úgyhogy elég öntörvényű voltam, de frászt hoztam rájuk, de azért hál' Istennek szerintem nem szégyenkeztek végül úgy az életem eddigi során. Azért is érdekes, hogy a gyerekkor közben kipottyant néhány fénykép, amit hamarosan körbeadunk majd önöknek, nektek is. Nagyon érdekes néhány, és egyet-kettőt azért egy kicsit alaposabban megnézünk, illetve a hátteréről is beszélni fogunk. Van egészen kicsi korról rólad, amikor még Darácsos ágyban, ugye, veszegedted a határa. Körbeadjuk, igen, Darácsos ágyban még én. Már akkor nagy hangom volt, na, apukám ezt mondaná, igen, hogy nagy hangom volt már itt a Rácsoságban is, úgyhogy végeredményben lehet, hogy akkor elkezdődött, hogy nekem mi lesz az utam, igen. Viszont ami ennél is érdekesebb, és egyértelműen már egy kicsit a televíziózás, vagy legalábbis a szereplési vágy felé mutat, az a magnós. Ja, Magnus, aha. Fekete-fehérben. Csak hogy majd tudják, miről lesz szó, igen. Állítólag már... Hasonló ambíciókat ringattál magadban, mint amiből ténylegesen kiteljesedtél. Ha most ezt a fürdőköpenyt nézem, amiben vagyok, akkor tudom, hogy úgy körülbelül 13 éves lehettem, mert összekötöm vele valahogy. És igen, egy magnó van a képen, de nem zenét hallgatok, hanem felvettem a saját hangomat, és gyakoroltam, hogy bemondó nő leszek. De ez komolyan így volt, sőt, hogyha visszamegyek, akkor igazából ez 6 éves koromban kezdődött. 6 éves koromban konkrétan mondtam, hogy láttam Kudlik Júliát a tévébe, Tamási Eszter, ugye, a nagyok annak idején, és hát most is vannak ilyen tehetséges emberek, csak szokták mondani, akkor még egy televízió volt, mindenki azt nézte, ugye ezeket az embereket mindenki ismerte, és akkor én azt mondtam, hogy én bemondó leszek, és hát apukám még persze nagyon sok évig legyintettek erre, de az biztos, hogy 6 éves koromban kaptam egy apukám készítette mikrofon. Amit most nem tudtam megkeresni, mert fogalmam sincs, hol van, de azért nem találom, nem azért, mert rehány vagyok, hanem pont azért, mert féltem, annyira elraktam, hogy ez még meglegyen, hogy még a kisfiamnak is meg tudjam majd mutatni, most még nem került a kezébe, bár ő teljesen más típusú, mint én, úgyhogy nem fogja vinni ezt az útvonalat. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon régen elterveztem ezt, és úgy soha nem ingott meg ez a dolog, de hát majd végig megyünk ezen a pályán, hogy azért én Kunszenten keresztül jó sok lépcsőfok volt, mire azért Budapestre eljutottam. Azért arra kaptál már választ, hogy mondogatták, hogy kire ütött el a gyerek? Azért is kérdezem, hiszen édesanyád, édesapád matematika, fizika, szakos pedagógus, és még kiderült azért mondjuk neked nem finoman szólva, nem ezek voltak a kedvenc tantárgyaid. Jó, de megnyugtattál, hogy neked sem. Úgyhogy lehet, hogy ez az út. Hát igen, tehát hogy a nagymamámra, akiket én nem ismerhettem már sajnos, az anyai nagymamámra mondták, hogy szépen is énekelt, mert én először egy zenetagozatos gimnáziumba kerültem, meg hát igen, ahogy mondtad az elén is, zongorázni is tanultunk, de hát ezek ilyen kényszerű dolgok voltak, hogy ezt muszáj. Nem szerettem gyakorolni se, de muszáj. De hát persze sokat adott az életemhez. Hát nem tudom, hát talán a nagymama, de mondom, őt nem ismertem, de senki a családban. Mert ezt szokták mondani, azért ehhez a pályához kell némi exhibicionizmus, és ezt be is kell vallani az embernek, hogyha nem tudna kiállni, vagy én is most önök előtt beszélni, akkor az rég rossz lenne. Tehát ezt valamiféle magabiztossággal kell csinálni, csak végül is úgy, hogy az ember megőrizze azért mégis önmagát, és én se legyek itt más, mint amit a tévében mutatok, mert szerintem ez az alapja ennek az egésznek, hogy ez a kicsit közvetlenség, a barátságosság az ugyanúgy meglegyen a mindennapokban.
Úgyhogy nem tudom. Ugye ezt már többször nyilatkoztad is, és akár ez a kis történetből is kiderül, hogy odaálltál a szüleid elé 14 évesen, és azt mondtad, hogy már pedig te, akkor most elindulsz Szolnok felé, és most már nem minden nap haza fogsz járni, hanem kollégistam leszel. Ez a tiszaportémi időszak, a szolnoki 4 év, az mennyire adta meg neked azt, hogy tényleg egy kicsit felnőtté váltál? Teljesen. Tehát azt szokták kérdezni néha, hogy mit bánt meg az ember, vagy éppen mit nem bánt meg. Azt mondom, hogy ez a legjobb döntések egyike volt az életemben, hogy én oda elmentem. Bár úgy kezdődött, hogy 16-an voltunk egy szobában, ott Szolnok főterén, és nagyon sokat kellett, hogy egymáshoz alkalmazkodjunk mindenféle iskolákból, de nem éltem meg rosszul. Szerintem egy 14 éves gyerek ezt nem úgy veszi, mint ahogy mondjuk most belegondolunk ebbe az egészbe. Valóban nem volt még mobiltelefon, sőt, elmentem a postára, ha valami nagy baj volt, és akkor erbeszélgetés Kunszentmárton 270, ugye ez volt a... És akkor vagy otthon voltak, vagy nem. És akkor, mit tudom én, ha matekból 2-est kaptam, akkor egy egész hétig ott kellett tartani magamban, és ezt így nem tudtam elmondani, és feszített, és apukám egész szombaton gyakorolt velem. De nem csak azért, mert sokat utazhattam, mert Európában nagyon sok helyen voltam azáltal, hogy egy olyan kórusba bekerültem. Ez egy énektagozatos. Hát a szarvasiak a tanítóképző kapcsán Gohéreditet lehet, hogy van, aki ismeri is, aki az énektanszéket itt vezette. Hát nekem a Tiszapartiban ő volt a vezető zenetanárom, csak utána ő átjött ide az obornőképzőbe tanítani. Hát megadott minden alapot. Szóval nem mentem zenei úton úgy értve, hogy most ezt bontakoztassam ki az életemben, de mondjuk mégis elmentem magyar énekszakra utána, ha így veszük, de annak az is oka volt, hogy tudtam, hogy ez megy. És akkor még nem voltak kommunikációs szakok, vagy te is azt végeztél ugye Szegeden, és kellett azért egy valamiféle diploma, hát a szüleim is pedagógusok, szóval akkor még egy csomó kérdőjellel azt mondtam, hogy ez ki lesz pipálva, de én megyek a tévébe. Ez azért is érdekes, mert valóban ugye elkerültél Szegedre, magyar énekszakra, és annak ellenére én is valahol hiszek ebben, de ezek szerint nálad is sorszerű volt, hogyha az ember valamit nagyon szeretne, amiért mindent megtesz, amire nagyon vágyik, az előbb-utóbb egyszer csak ott lesz egy lehetőség, vagy megnyílik egy kapu az életében, amin be kell sétálni, amíg hogyha nem is olyan egyszerű ez a séta, mint ahogy a te életedben sem volt ez az. Hogyan nyílt meg ez az első kapu? Ugye mondtam, hogy a szüleim így legyintettek. Aztán, hát a maga a tévézés, de most egy kicsit lehet, hogy majd így ugrálok a dolgokban. A tévézés az úgy nyílt meg, hogy pont az ugye az anyukámnak köszönhetem, mert egyszer csak így a kollégiumban szóltak ott a főiskolai kollégiumnál, hogy telefon, szüleid, rohanok, azt mondja anyukám, most mondták be a körzeti adásban, sokan biztosan látták ugye az MTV-nek a Szegedi stúdiója adásait, híradót, a magazinműsorokat, ahol én sokáig dolgoztam, hogy keresnek szerkesztő műsorvezető riportereket. Kislányom, hát akkor, ha most ezt te tényleg ennyire akarod, akkor menjél. Úgyhogy én aztán szerintem kézzel írott önéletrajzot vittem, tehát még ezt akkoriban. Én besétáltam a Kálvária térre, mondom, veszteni valóm nincsen, és én akkor voltam igazából negyedéves már, úgyhogy abban a pillanatban pályaelhagyó lettem, abból a szempontból, hogy ezt a tanári diplomát tényleg csak a gyakorló tanításon alkalmaztam. De azért az út során, amíg én Szegeden éltem, addig azért már arra lehetőség volt, hogy a rádióba, a Magyar Rádiónak a szegedi stúdiójába bejárjak. Hát ha úgy veszük, akkor már középiskolában elkezdődött az, hogy kiemelte a magyar tanár, hogy szépen beszélsz, el kell menni szép kiejtési versenyekre. Ott megtanultam Pécsi Blanka írásjeleket, hogy mondaton belül is hol vannak hangsúlyok, szakaszhangsúlyok, szünet, stb. És amikor megkaptam a kazincérmet, akkor ez nyitott egy kaput. Mert akkor már tudták, hogy akkor nekem lesz mikrofonengedélyem, mert az már egy jó szűrő volt hozzá, és akkor ott elkezdtem, hát szó szerint kávét főzni. Katóban tényleg az elejéről. És akkor igen, utána részt vehettem hírszerkesztésben, de nem ez volt a vágyam. Tehát fura módon tényleg az vonzott, hogy akkor ezt a tévézést kipróbálni, és akkor... Hát egy háromfordulós válogatás volt, tehát ez nem úgy volt, hogy bekopogtam és mosolygok, hanem, és akkor majd lesz valami, hanem hát egy tanfolyamot kellett elvégeznünk, mert ahogy mondtam is, hogy te azért elvégeztél egy speciális iskolát hozzá, nekünk ez nem volt meg, és ott el is mondták, hogy a végére, például nekem konkrétan a Bán János volt a stúdióvezető, sokan biztos emlékeznek ő rá, 66 című műsor annak idején,
hát már jó rég volt, vagy 40 évvel ezelőtt, vagy 30-valahány, és akkor ő utána ugye Szegedre került a stúdiót vezetni, és ő konkrétan rám nézett, fura módon, ahogy te is mondtad, a médiában sokan tegeződnek, na hát őt mindig magáztuk, a fiú tegezhették, mi haptákban megálltunk a folyosón a stúdióban, és akkor azt mondta, hogy maga nagyon jó műsorvezető lesz egyszer, sok viszkit kéne inni, hogy a hangja mélyüljön, de hát ez persze viccnek szánta, nem nagyon ittam azóta se viszkit, nem is szeretem, de hogy hát minimum 2 évig, de szerintem 3 volt, amíg gyakornokoskodni kellett a híradónál, és nagyon nem szerettem. Terepre szerettem járni, csak nem úgy éreztem, hogy nem az a műfajom, hogy egy percben megírni dolgokat, hanem így beszélgetni az emberekkel, és nehéz volt, de sok mindenre megtanított. Nagyon hálás vagyok, hogyha így visszagondolok, hogy mégiscsak azért ez az út, ez ilyen szépen lassan évelt fölfelé, és mondjuk nem egyből tettek be műsort vezetni, ez nagyon, nagyon jó volt. És akkor ez egy kicsit visszacsatolva a képekhez, mert van egy olyan kép, majd valóban mindjárt körbeadjuk, a szerintem a többi azért többet mond már itt a az ideig érkező vendégeknek is, de az egyiknél egy tornácon állsz, még pedig Budapesten. Budán, ugye, hogyha jól emlékszem, igen. Azt mondtad. Igen. Egy nagyon egyszerű ruhácskában. A vidéki lány, ugye? Igen, ahogy mondani szokták valóban. A vidéki lány, de ez egy különleges nap volt az életedben, mert hogy elmeséled? Hát igen, mert itt kezdett körvonalazódni, hogy a rádióba fölvettek dolgozni, amikor ott Szegeden jártam iskolába, a szüleim meg voltunk Budapesten valahol, és ez egy olyan döbbenetet okozott nekem, tehát olyan kis sápat vagyok ezen a képen, meg mint aki beteg, de ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy éreztem, hogy valami teljesült, tehát az első ugródeszka megvan, hogy én bemehettem egy ilyen helyre, hogy apukám ezt gyorsan megörökítette, úgyhogy ez azóta emiatt van a szívemben ez a kép. Igen. És megmondom őszintén, ugye, hogy azon túl, hogy tényleg mindketten koncernmártaniak vagyunk, de azért többször valahogy úgy adódott, hogy találkoztunk, vagy legalábbis volt olyan alkalom is, amit most elmesélek, hogy gyakorlatilag nem is tudtad, hogy én ott vagyok a háttérben. Ez a bizonyos szegedi stúdiós időszak, amikor már élő műsort vezettél, akkor én kommunikáció szakosként azt mondták, hogy gyakorlatként nézzük meg, hogy hogy csinálják ezt a nagyok. És akkor hát én még akkor nem voltam. Azért sem. Ennek ellenére mi azt éreztük, tehát ott voltunk szerintem 40-50-en kommunikáció szakosokként a szegedi stúdióban, a háttérben, és éppen te vezetted azt az élő műsor. Híradó vagy magazin volt? Magazin volt, akkor már igen, szerintem egy órás műsor emlékszem, amit úgy végignézhettünk, megnézhettük a technikai megvalósítást, kránokkal, több kamerával, sütés-főzés is volt már a háttérben, annyira élénkenél bennem ez a műsor, és utána még a stábértekezletre is bemehettünk, ahol értékelték a műsort, és amire nagyon emlékszem, hogy azt mondták veled kapcsolatosan, hogy Klári ma is fantasztikus volt. Hú, pedig én kaptam sok rosszat. Na jó, azért ne emeljünk engem magasra. Hú, azért nem, nagyon nehéz volt. Sokszor így néztem ott az értekezletes szobában, csak nyíljon meg a linoleum, ahogy szokták mondani, de hát közben meg abból tanul az ember, ezért is nagyon hálás vagyok, hogy nagyon sok visszacsatolás jött. Tehát ott nem tudtunk úgy elmenni, még egy híradó után sem, hogy nem ülünk össze, és a szerkesztő is elmondja a véleményét mi is, és ez ma hiányzik, mert ez ma annyira ilyen verklis-szerűen vesszük fel a dolgokat, ugye majd beszélünk erről, de a Ridikül is nekem 2 nap hatadást kell fölvenni egymás után, tehát így reggeltől estig, ilyen non-stop, és nincs idő kiventilálni az agyamból, hogy mondjuk épp most mi van, szerda, hétfőn például egy halottak napi műsort vettünk fel, akkor utána nekem egy vidám műsor jött, és este még egy sztrókos adást fölvettünk. Tehát, hogy sokszor olyan téma dolgok, hogy és akkor örülök, hogy hazamegyek, nem, hogy még így értékelünk utána. És abból azért nagyon sokat tanultam. Szegeden nem volt olyan, hogy nincs utána bármi megbeszélés. Ez jó volt, igen. Akkor valóban csak pozitív, szuperlatívus szóval, de ezek szerint, de valóban, mint ahogy mondtad, meg kell járni mindenkinek a szamárlétrát, és a te esetedben ez így is történt. Azt egyébként ott abban az időben mennyire érezted, hogy fel kell nőni ehhez a feladathoz, azt a bizonyos izgalmat, stresszt le kell vetközni, vagy ez valahol mindig az élődás természetes velejárója, és hordozza az ember magában? Az az igazság, hogy élőadáshoz szoktam hozzá, mert ott élőadásaink voltak, a magazin műsorok is minden, tehát a műsorvezetés az szinte majdnem egy évtizedig nem volt ilyen, úgy szoktuk mondani, hogy konzervműsor, amit így előre fölvezetünk, akkor ott élőbe is meg kellett oldani a dolgokat.
De van bennem valami olyan, hogy én képes vagyok a mai napig, tehát azért nem is, hogy izgulni, hogy szokták ezt mondani, hogy ilyen drukkot van az emberben, ami persze kell, mert ez viszi tovább. Tehát, hogyha én ott nem lennék, csak így majd én biztos megcsinálom, akkor az nem is tud jó lenni. Tehát ahhoz úgy föl kell spanolni az embernek magát. De olyan vagyok, aki viszont stresszes helyzetben jobban teljesít. Van ilyen. Hogy akkor valahogy annyira úgy összekapom, nem azt mondom, hogy mindig, de jobb, hogyha van valami guzmi, amit úgy hirtelen kell megoldani, vagy úgy improvizálni, amire nem vagyunk fölkészülve. És hát azért ilyen például jócskám volt ott a szegedi stúdióban is. Hát olyan is volt, hogy leestem így egy közvetítés közben egy ilyen lépcsősoron. Azt úgy eltűntem a képből, ott a Fábián Barna kollégámot mondott valamit, én aztán úgy hirtelen előkerültem, már szinte bedagadt lábbal, és folytatni kellett mondjuk a műsor. Tehát, hogy ilyen volt. Akkor olyan is volt, hogy beleléptem egy ilyen lócitromba a mezőhegyesi Ménes birtokon, és így büzölökbe volt még, vagy fél óra a műsorból, ott jöttek a vendégek, de hát ott nem volt másik cipő, tehát, hogy így... Ezek is, és hát ott azért ezt nem árulom el, mert ugye a műsor ne váljon nevetséges, hogy végig kell csinálni, vagy mondjuk, ami inkább azt mondom, hogy feladat, mert ezek ilyen malőrszerű dolgok, akkor a balatoni nyárban dolgoztam, akkor sokszor volt olyan, hogy nem ér oda a vendég, ott az egy nagyon ilyen zaklatott időszak volt, meg nem érkezett meg mondjuk reggel Budapestről, hogy oda a Balaton, és akkor azt mondták, jó, hát akkor most mit tudom én, 8 helyet 20 percig kell beszélgetni. És hát nem mindig tudok annyi információt róla, hogy azt én ott úgy ki tudjam használni, vagy híradóba be kell jelentkezni, fél percet van. Jó, átgondolom magamból, hogy mennyi témát mondok, ugye ez is élő dolog, ott állok a mikrofonnal, és akkor már konferál föl a budapesti stúdióból a műsorvezetőnk, azt mondják a filmben, ja, megy, másfél perc. És ez nem tűnik soknak, de ez írtósok, hogy fél vagy másfél, és akkor én 10 másodperc alatt ezt oldjam meg. Na, ezek olyan helyzetek, akkor én is így teszem le a mikrofont a kezemből, és akkor úgy érzem, hogy mozog kezem, lábam, de hát, és ilyen nem egy volt. Nem egy volt. Vagy ki kellett segítenem úgy műsorvezető társat, hogy én egy másik helyszínen voltam, ugyanabban a műsor, és akkor kiabálnak a fülemre, hogy most dobd le a sarkúcipődet, és nagyon rohanják, mert nagyon kell neki segíteni, mert már nem tud mit kérdezni. És akkor ilyen sovány malac vágtál, hogy végighúztam a... Pont az is a balatoni nyárban így végig, így a... Nem is tudom, a hajótól be a stúdió helyszínig, és akkor félig lihegve leültem, és akkor folytattuk. Szóval van ilyen. De mégis úgy beszélsz róla, hogy ezt az időszakot azért nagyon szeretted, vagy nagyon élvezted. Hát ezek maradtak meg emléknek. És hogyha már műsor, illetve egy kis emlék töredék, ugye a fényképek mellett egy darab DVD-vel azért készültünk, a megjelenteknek 2006-ból, hogy jól emlékszem, egy 14 éves felvétel, az egész ország látta, hiszen Szegedre költözött le a stáb, Dombovári Gábor volt a műsorvezető társad, és akkor pillancsunk bele, mert utána pedig beszélgetünk róla. Két héttel ezelőtt már köszöntöttük a nézőket innen Szegedről, és reméljük, hogy a nézőkhez már hozzászoktak. Gábor pedig kezdi beszélni. Én meg hadarok. Sokszor fogunk még jönni, sokszor fogunk találkozni. Tudtaló Cigel Gábor, de egy az nagyon rövidet kérdezni, hogy itt a nyolcakor majd befolyásolhatók, és az udvar egészséges. Igen, savanyoságot is készítünk teljesen. Van a telefonszámaink, 62-es körzetszám 622-855 és 622-866, ezen várjuk majd kérdéseiket, és ajánljuk magunkat, ki lesz a következő másfél órában. Minden jobban. Érdekes, mert nem azzal van bajom, hogy visszanézem, mert ez nekem kötelező is sokszor. Csak hát azért eltelt már jó pár év. Hát azért hoztam ezt, mert végig is nézhetnénk, mert szórakoztató egyébként a műsor, mert egyrészt ez nagy dolog volt a szegedi stúdió életében, mikor ott dolgoztam, hogy budapesti stáb lejött, és a Napi Mozaik, ami délelőtt egy szórakoztató információs műsor volt, hétfőtől csütörtökig Budapestről, pénteken hol Pécsről, hol meg Szegedről volt ez a műsor. És akkor itt egyik műsorvezető úgymond szegedi volt, a másik jött Budapestről. És hát ismertem a Gábort, mindenki ismeri, igaz, Dombóvári Gábor, aki már most azt hiszem a 6-os csatornánál dolgozik, de sokáig volt MTV meghatározó arca. De hát ő egy olyan egyéniség, elmondhatom így a háta mögött is, mert vállalja, hogy ő azért így kioktatja a kisebbet. Egy kicsit úgy tesztelgeti, hogy meg tudja oldani a dolgot, zavarba hozza, nem azt mondja, amit megbeszélünk, eltér a papírtól, szóval, na, úgy észre kell lenni, és nem biztos, hogy konkrétan ez az adás volt, de a szegedi adások néhány alkalom után volt az, amikor ugyanígy
nem tudtam, hogy majd hogy fogjuk elkezdeni a műsort, egyáltalán mit fog mondani. Azt sem mondta, hogy ő kezdi, én kezdjem, csináljuk. Tehát ő körülbelül így állt hozzá. És akkor úgy vettem a lapot, és egyszer csak a szerkesztő beszólt a fülemre, hogy meg vagy neki. Tehát ezután már rendes lesz. Tehát, hogy mások is érezték, hogy ő milyen, és addig tényleg volt egy távolságtartása, egy kicsit lenézett. Tehát ő játszotta a fővárosi nagy műsorvezetőt. Hát valamennyire játszhatta is, mert ő, neki már azért nagy múltja volt ebben, mindenki ismerte. Tényleg én voltam az úgymond kicsi. És akkor az élet utána viszont úgy hozta, hogy Budapesten elég sokat vezettem egyébként vele délelőtti műsort, akkor már a Feledi Péternek köszönhetően, úgyhogy azt kell mondjam, hogy mai napig barátságban vagyunk, még ha ritkán is látok. Elhozott egy név, Feledi Péter, mert hogy általában te életedben legalábbis így történt, hogy az egyik kapu után megnyílt egy újabb és egy újabb, többek között Feledi Péternek köszönhetően az út Budapest felé, hogyan találkoztatok? Hát ez az időszak, amiből láttuk ezt a keveset, ez már egy olyan időszak volt, hogy én hol Szegeden dolgoztam, hol Budapesten. És úgy kezdődött ez az ingázás, hogy pont ezen az ominózus Ménes birtokos felvételen voltunk Mezőhegyesen, egy közvetítő kocsis élő adás volt, egy magazinműsor, azt a szegedi stúdió sugározta, tehát itt az Alföldi négy megye. De a közvetítő kocsit bérelte tőlünk Budapest, hogy majd ott a környéken ők is dolgoznak a mi műszaki stábunkkal. Megérkeztek hamarabb, én nem is tudtam, hogy jönnek, és ők végignézték ezt a műsort, amit egyébként Fábián Barnával vezettem. És utána ott ebédeltünk, és a kollégák bemutatták, hogy akkor Feledi, hát én tudtam a képernyő, hogy ki az a Feledi Péter, mert aki ablakot nézett, azt tudja, ugye a régi időszakban. A Gábor is ugye a Dombóvári, a Papendre együtt dolgoztunk, azért volt egy pár ilyen nagy név. És akkor leültünk egy asztalhoz, és akkor mondta, hogy kedves Klári, hát nincs kedved. És akkor mihez? Hát, hogy akkor ő ezteket a délelőtti műsorokat csinálja, és hogy olyan talpra esetnek lát, meg jó a beszélőként, meg nem tudom, a többit meg lehet tanulni. És akkor elkezdődött egy közös munka, mert hát ki mond erre nevet szerinted? És azért egy olyan élethelyzetben voltam, én akkor egy nagyon, nagyon sokan tudják, és akkor előtte nem sokkal volt, hogy én elveszítettem a kislányomat, aztán családi változás is beállt, mert elváltunk a férjemmel, tehát igazából úgy egyedül voltam és lógtam a világban. És annyira az a korszaka volt az életemnek, amikor annyira ráfókuszáltam arra, hogy én dolgozni szeretnék, mert ez húzott ki a gödörből, hogy én akkor úgy mindent megtettem. Tehát én tényleg sokkal többet beleadtam, mint lehet, hogyha máshogy alakul az életem. És én akkor persze mentem. És a kis húzókás bőröndöt hoztam, vittem, persze mindig örültem, hogy mikor jövök vissza, és meglátom a Piktornyot Szegednél, akkor nekem az volt, hogy hazajöttem. Tehát azért a Szeged volt a minden, hát ez ment, vagy 6 évig. Tehát ez a húzom, viszem, stb. És hát a konkrét váltás az meg ugye akkor jött, amikor bezárták Szegeden a stúdiót. Azért is érdekes, mert ugye azt gondolhatnánk, hogy aki már hosszú éveket, hát akkor már ugye több mint egy évtizedet tölt Szegeden, és bedolgozta magát a médiába, hogy így szoktuk mondani, akkor utána már Pesten gyakorlatilag tártkarokkal várják, mondhatnánk ezt, vagy legalábbis egy-két lehetőség biztos kínálkozik nálad, és így volt, mert nagyon csóválod a fejed. Hát az több év volt, amíg küzdöttünk azért, hogy ez a szegedi stúdió megmaradjon. Én emlékszem a Szilva napokra. Ó, hát hányszor jöttünk ide forgatni. És azok mindig olyan meghatározó. Annyira szerettünk ilyen stábbal úgy együtt, mint egy ilyen nagy család dolgozni, hogy úgy mindenki ismerte Szegeden a másikat. Tényleg összesen 50-60-an dolgoztunk az épületben a nemzetiségiekkel együtt. Ugye a szlovákok is sokat jönnek forgatni, ott voltak a román szerkesztőség, akkor még a szerb is. Mi úgy összetartottunk, és ezek nekem így rettenetesen hiányoztak, és ezeket féltettük jobban, mint mondjuk a híradót. De azt is tudom, hogy azóta egy országos médium nem jön el feltétlen mindent leforgatni. Ez mekkora dolog volt, igaz, hogy eljöttünk, a vidéki embereket is megismerhette az országot. Ez volt az egész értéke ennek a regionális hálózatnak. És még ha ebből be is került egy anyag mondjuk egy országos iradóba, az meg már a csúcsa volt a dolognak. Ugye az országos tudósító hálózatból is a Maja Lilla kolléganő, ugye a mai napig Szegedről dolgozik, tehát ott együtt dolgoztunk. És akkor hát éreztük egy idő után, hogy ezt az MTV nem akarja megmenteni ezt az értéket, ami azért már jócskán jó pár évtized volt, és hogyha arra gondolok, hogy Szegeden játékfilmeket forgattak annak idején, tehát hogy mikre használták a stúdiót, akkor tényleg most is úgy kiráz a hideg, mert ez olyan, mint amikor egy családtagot elveszít az ember, tehát úgy kihullott alólunk ez az egész.
És akkor még a rádióról nem volt szó Szegeden, hogy bezár, akkor átmentünk oda, azt sem tudtam, hogy kell rádiós anyagot vágni, úgy éreztem, azt mondtam, hogy elmegyek egy butikba inkább eladónak, de én ezt így nem tudom megtanulni, tehát egy teljes kétségbes is volt, és igen, akkor megcsörrent a telefon, és ezt azért mondtam most ilyen hosszan, hogy érezzük ennek az érzelmi részét, hogy ez nem volt feltétlen egyszerű, én már akkor azt vártam, hogy hát, ha engem is hívnak, kollégákat már hívtak. De úgy hívtak, hogy menjek fel egy castingra. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy te már ott voltál a Feledinek, meg egyebek, hanem hát majd följössz, megnézzünk, hogy ahhoz a műsorhoz alkalmas vagy-e. És akkor, akkor elkezdtem a Ma reggelt az Obersovszky Péterrel. De hát aztán az meg olyan túl sokat nem ért így meg, már szegény Pétert is elvesztettük, de hogy a műsor, mert aztán más koncepciót akartak, úgyhogy akkor még ott néhány ilyen információs műsorban, de úgy tengtem-lengtem, de akkor már Budapesten voltam. És akkor jött a Családbarát, ami úgy azért a szívem csücske. Beszélünk akkor egy kicsit arról is, illetve hát természetesen a Ridikülről, hiszen szerintem nagyon sokakat az az időszak különösen érdekel, de azért ez egy komoly döntés volt annak ellenére, hogy azt mondhatnánk, hogy természetesen, hogyha csörög a telefon és hívnak, akkor az ember megy, főleg, hogyha érezted már, hogy ott a körzeti stúdiók a végét járják, de mennyire nehezen hoztad meg ezt a döntést egyáltalán, mennyire nehezen hozol döntéseket? Hát az biztos, hogy megkönnyítette a dolgot, hogy úgy egyedül voltam, tehát akkor éppen úgy mondom család nélkül, és bármennyire szerettem Szegedet, el kellett dönteni magamban, hogy azért, ha én mégiscsak ezt az utat akarom, amiért már én ennyit tettem, meg harcoltam, akkor nincs más, és akkor költözni kell. És fura módon nem adtam el a lakásomat sem Szegeden, még talán vagy 3 évig, és akkor mindenki kérdezte, hogy mert hogy majd vissza, mondom, tudom, hogy nincs visszaút. Tehát ha én most oda eljövök és tévizni akarok, akkor nincs másik lehetőség, de valahogy az még úgy nekem úgy kellett, hogy ott legyen. És aztán nehéz volt. Hát konkrétan még azt hiszem, akkor még okostelefonom sem volt, és elővettem egy térképet, elindultam az albérletbe, amikor én most így megtanulom Budapestet. Amikor éppen nem dolgoztam. Sokat sírtam. Mentem át a Margit hídon, sírtam, hogy én haza akarok menni Szegedre. Nagyon nehéz volt. De aztán viszonylag nagyon gyorsan megismertem a férjemet, akitől a kisfiam is van, és el is kísértem, hogy szerintem ő sétál a városban, mert azért a történetemet ő jócskán ismeri. És mi a balatoni nyárban találkoztunk, ott Révfülöpön, úgyhogy nekünk az egy kultikus hely, hogy mi oda visszajárunk. És hát aztán utána úgy rendeződött, szóval nekem azóta úgymond kerek a kis életem, és akkor úgy megnyugodtam, és azt mondtam, hogy ennek most biztos így kell lenni. Tehát az egy nagyon nagy lökést adott. Meg akkor már a Családbarátban én abszolút azt éreztem, hogy köszönhető ez a Novodomszkijének is, és jóba is vagyunk, hogy mi egy jó cserepáros tudtunk alkotni, nagyon sokat segítve egymásnak, szeretettel, tehát hogy tényleg annyira a mai napig jó a kapcsolatom vele, az egy nagyon jó és biztonságos időszak volt, mert a Ridikült, hogy egyedül vezetem, ez így elég nehéz. De ott azért ő nekem meg volt egy biztonsági tényezőnek, meg inkább az az igazság, hogy tudom, hogy a Ridikül most, ahogy szokták mondani, a kurikulum vitébe a csúcs, De én higgyék el, hogy én a Családbarátba évekig vissza akartam menni. Tehát, hogy nekem tényleg az volt műfaj szempontjából, nem biztos, hogy ez a leg, amit most csinálok, hogy 4 embert koordinálni egy műsorban, hanem amikor sok-sok téma van, úgy színesítjük az adást, mozgás van a stúdióban, hogy jobban élőszerű, az talán egyébként nekem valóbb. Nem tudom. Én így érzem. Beszéltél ugye szakmai pályafutásodról elsősorban, de azért már egy-két mondatodban érintetted a családot, a szerelmet, illetve talán egy nagyobb tragédiát is az életedben. De megmondom őszintén, hogy nekem mindig egy dal jut eszembe, ez amikor szokták mondani, hogy show must go on, hogy menni kell tovább az életnek, folytatni kell tovább, de azért én is, hogy a gyakorló édesanyagként tudja az ember, hogy mekkora nehézség és mekkora fájdalom elveszíteni egy gyerkőcöt. Nálad ez ugye 4 is. Az lesz a vége, de hogyha... Nem, tudok róla beszélni semmit. Megbeszéltük ugye előzetesen, hogy 4,5 éves volt Adélka. Hogyan tudtad elengedni? Hát ahogy mondtam, pont a héten volt ez a halottak napi műsor, amit ugye minden évben meg kell csinálnom, mondva, hogy nincs váltótársam, tehát ezt nem lehet másra bízni, hát olyankor aztán meg végképp tépi a
sebeket. Épp a héten a Fábia Júli énekesnő édesanyja is ott volt nálunk, majd látni fogják a műsorban, és hát mint anya, aki ugyanúgy a gyerekét elveszti, ez most csak azért volt fura módon könnyebb, mert mégiscsak egy sortársiasságot éreztünk egymás felé, hogy mint anyák ott ülünk. Hát azt nem tudom elmondani, hogy fel tudtam-e dolgozni, mert szerintem nem, és nincs is ember szerintem, aki a gyereke halálát, mert ez egy nem normális dolog az életben, hogy felnőttként a gyerekünket temetjük el, de meg kellett tanulnom együtt élni vele. És nagyon-nagyon sok idő eltelt, mire a Máté ugye megszületett, és én szerintem én pont azon a ponton voltam, hogy még vagy szülök, de aztán már a következő évben biztos, hogy nem merem vállalni, tehát ő már az utolsó percben érkezett, nem tudja pótolni, tehát ez nem erről szól. A testvér sem azért születik egy családba, hogy másikat pótolja, tehát örülök egyébként, hogy kisfiú, és nem hasonlítgatom őket egymáshoz, ez egy nagyon fontos dolog. De azért, amikor rákos beteg egy gyerek, és látom szenvedni, akkor igen, nekem eljött, még élt az a pont, amikor én azt mondtam, hogy én elengedlek kicsim, mert én ezt így nem... Tehát, hogy nem akarom látni. Tehát, amikor eljut oda, gondolják el az ember, hogy már nem az a fontos, hogy nekem ő ott legyen, hanem, hogy ő ne szenvedjen. És azt mondom, hogy akkor inkább az a másik utad legyen. Na, majd kérdezem, majd mindjárt folytatom. Azért nehéz is, mert valóban ugye többször beszéltél már róla, és talán azért is furcsa ez, hiszen azért nagyon jelenszor elhangzott tőled, hogy meghúzod a határokat, tehát bulvárt például nem engedsz be az életedben, még igenis fontos az, hogy mit mesélsz el magadról, és igazából általában ugye ugyanazok a témák, amik körül keringenek az újságról. Hát miért érezted azt, hogy ezt mégis meg kell osztanod, akár másoknak szeretnél ezzel segíteni? Inkább sokan azt kérdezték, tudod, hogy miért annyi év után tudták meg mondjuk így országos szinten. Tehát ott kezdem, hogy Szegeden ezt mindenki tudta, mert engem ismertek a városban, ugye azért egy kis hely, mégiscsak a televízióban mindenki látott. Ott ezt a mi tragédiánkat ott végigélték, úgymond velünk az emberek. És ott ezt nem kellett külön, hogy megírni vagy beszélni róla. És amikor meg ő elment, és azt mondtam, hogy akkor most jöjjön a szakmai út, mert nincs más, mert csak így tudom túlélni, mert azt legalább szeretem, és akkor abban mindent belevetek. Akkor meg nem azt akartam, amikor Budapestre kerültem sem, hogy majd így sajnálatból, mert neki meghalt a gyereke. Nem, tehát hogy érjem el, amit el tudok, és utána én szívesen beszélek erről, hogy egyébként ez egy része az életemnek, és ezt nem is akarom eltitkolni, tehát még korán sincsen egy ilyen bennem. De ha már egy embernek az, hogy azért úgy értve túl lehet élni, hogy az ember tud mégiscsak azért a napokban örülni sok mindennek, attól függetlenül, hogy minden nap úgy kelek fel, hogy hallom a nevetését. Minden nap. És akkor ezt még helyre teszem, és akkor meghallom a kisfiam nevetését utána, ami aztán úgy elindítja a napot, mert mégiscsak most vele kell itt törődnöm. Most azt hinnék az emberek, hogy most könnyebb, amióta Máté van. Most a nehezebb. Most a nehezebb, mert mindig eszemét, hogy Máté 6,5, addig akkor miért csak 4,5 évet élt. Vagy például, amikor 4,5 éves lett Máté, akkor rettegtem. Pedig hát nonsense, hogy most miért lenne hirtelen ő beteg, meg most elmenne, mondjuk a kicsi 2 éves korától volt, ahogy megállapították ezt az akut limfoid leukémiát. Tehát elég sokáig kórházban voltunk vele. És hát az meg még... Majd még egy milyen nehézség lesz, hogy ő tudja, hogy igazából ki az Adél, de mégse tudja, mert nem ismerte soha. És én még mindig nem tudok elővenni akkori kazettákat, meg felvételeket, tehát nem tudom. Fényképe van otthon, de hangját, hogy lássam, hogy megmozdul, azt nem tudom még megnézni. Ennyi év távlatából sem. Pedig majd ezt valahol Máténak is élőszerűbbé kell tenni ezt az egészet, hogy az Adél az ő nővére. És nem tudom azt mondani, hogy egy gyerekem van. Tehát nekem akkor is 2 gyerekem van, ha az egyik a égi gyerekem, a másik meg itt van a földön. Nehéz. Másképp éled meg az anyaságot, és ugye több szempontból is azt tudták mondani, hogy hát ugye én is már közelebb a 40-hez, idősebben talán a türelem is kevesebb, másrészt viszont ami pozitív, azt lehet mondani, hogy érettebb talán az anyaságra, az anyai szerepre. Lehet, hogy érettebb vagyok, de reszketősebb vagyok. Tehát a féltés, meg ez a
borzasztóan féltem mindentől, ez ultrán ott van. és olyan érdekes, mert lehet, hogy meséltem is neked, hogy amikor vártam, és a pocakomban volt, és egy csoda volt, hogy ő elég gyorsan úgy ott tudott lenni, és különösebben ilyen külső segítség nem kellett az, hogy megfogadjon, csak a férjem meg én, de hogy akkor nem féltem. Tehát egy olyan szép, meg békésen el voltam, hogy persze, hát megszületik egészségesen, és megszületett, és azóta van ez a túlféltés. Tehát volt olyan eset, hogy azt mondta a férjem, hogy na most én menjek innen a játszótéről, mert csak azt károgom egyfolytában, hogy Máté, leesel, jaj, oda ne menjél, úristen, mi lesz itt, hogy én menjek innen, mert ez így tiszta paramami vagyok. És akkor ebből most hogy próbálok letenni, meg nem ennyire ilyennek lenni, de hát ez meg... A család megérti, mert mégiscsak megérti. Hát ilyen előzménnyel az ember, az lenne a furcsa, nem, hogyha nem ilyen lenne. És hát csak a férjemnek vagyok hálás egyébként, hogy egy ekkora kupacsal ő vállalt engem, ahogy szoktam mondani, mert azt hiszem, hogy nem minden férfi tudja ezt azt mondani, hogy szeret annyira, hogy ezzel az egész múlttal, vagy bármi lesz, és újra kezdünk egy életet, és akkor még gyereket is vállalunk, úgyhogy le a kalappal előtte. Nem beszélve, hogy a szakmáról, hiszen... Ja, még nem mondtam egyébként ezt a bulváros dolgot sem, mert már, bocsánat, itt csapongok, igen, ugye, azt kérdezted, Igen, és akkor, szóval, hogy erről, hogy beszélni, minden újságíró emiatt hív fel, tehát köszönöm, ebből már nem szeretnék kérni. Meg valahol az értékrendem is azt hiszem, hogy ha már az egész szakmai életemet egy közszolgálati televízióban töltöttem, és eszembe se jutott, hogy kereskedelmi televíziókhoz pedig azért úgy volt megkeresés, akkor azt gondolom, hogy más az értékrendem, mint sem, hogy persze a fodrásznál én is fellapozom a sztorit, meg a többit. Tehát nem arról van szó, hogy én ennek ellene vagyok, csak azok a témák, amik ott nekem előjönnek, azt nem szeretném. Nem vagyok annak ellene egyébként, hogy én jaj, nem mutogatom a Mátét, mint ahogy nagyon sok mondjuk ismert ember megteszi, meg a mai pedofila kapcsolatos világban azt mondják, hogy nem teszem fel közösségi oldalra, ez sincs az ismerőseimnek, hogy őt nem láthatják, de azért húzok egy határt, mert a férjem bár szakmabeli, ő komoly zenei hangmérnök, de ő nem az a típus, aki szeretne velem szerepelni, és azt mondani, hogy akkor ott vagyunk a reflektorfényben másrészt, meg szerintem te is látod, hogy én azért az a konszenti lány vagyok, akit ez nem vonz, ez a dolog. Szóval amikor én elkezdtem ezt a pályát, akkor eszembe se jutott ilyesmi, hogy majd én újságba leszek meg egyebek. Tehát nekem ez a fura, mondom, ez a másik oldalon ülni. Igen, ezt tudomásul kellett vennem, hogy ez ezzel jár, de nem szeretném. Szóval amire kötelez a tévé, azt az interjút adom, aztán kész. És azért ezzel együtt tudjuk azt is, hogy milyen médiában dolgozni és gyermeket nevelni. És háziasszonyként még ugyancsak a háztartást is ellátni, és az nálad úgy alakult, hogy meglehetősen korán gyakorlatilag, ugye a tervek szerint is úgy volt ez, hogyha jól tudom, hogy alig egy év múlva Máté születése után te visszamész. Igen. És folytatod a családbarátot, ami így is történt néhány hónapig, majd pedig 2016-ban jött a mély víz, a ridikül. Az volt mély víz ez? Aha. Igen, ez a mai napig mély víz. De igen, úgy volt az eleje, hogy igen, várandós lettem, és akkor hát feltették a nagy kérdést, mert ilyen helyzetben ugye kell helyettesítés, hogy hát én meddig akarok otthon lenni. És akkor jön a dilemma, ami te is tudsz, és mondtad, hogy még ilyen sokáig nem maradtál ki, mint a kicsi Kata születésénél, pedig ott a két nagyobb fiú, hogy hát dilemma, mert az ember, ha túl sokáig otthon marad, akkor meg kiesik a köztudatból, és mindenkit tudnak helyettesíteni. Tehát ezt el kell fogadni, és mindenkinél tudnak jobbat találni, és akkor mi lesz velem? És akkor hát a júliusban született, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor egy év igen, és akkor még ráteszünk két hónapot, mert az őszi struktúra akkor indul általában a nyári kiállás után, tehát ilyen egy éves, két hónapos is visszáll. Na ez így is lett. Szeptember-október körül ezt elkezdtem, és akkor hát évvégén volt az, amikor ugye alapvetően ilyen nagyon gyors váltásban konkrétan megmondták, melyik nap már megyek, és nekem ridikült kell csinálni, és felocsúdni sem tudtam. És hát ez nehéz is volt átvenni, ugye ezt a műsort, senki nem bízott ebbe az egészbe, hogy én ezt meg fogom csinálni. Másrésztről meg nagyon kicsi volt ehhez a feladathoz a Máté, mert ez nekem nagyon sokat kell otthon készülni, majd lehet, hogy erről kérdezel. Míg a családbarát az egy sokkal könnyebb feladat volt amiatt, hogy napról napra bár készülni, de ott rövid interjúkról volt szó, és nem mély interjúkról emberekkel van, úgyhogy másfél órát veszünk fel, hogy önök 50 percet lássanak.
egy-egy műsora, tehát azért ott nagyon sokat kell. És egy Wikipédiáról, az internetről nem tudom meg azt a speciális témát, tehát hogy ahhoz én nem kapnék egy csomó segédanyagot, akkor én ott nem tudnám megcsinálni a feladatot. És hát igen, volt, hogy a kicsi a fejemen táncolt, meg még szoptattam, meg még nem, de hát ezt mindenki tudja, aki anya, szóval ez teljesen mindegy, hogy én hol dolgozok, nehéz volt. Na, mindenkinek nehéz ezt összeegyeztetni, de az biztos, hogy annyi megmaradt belőle, hogy a Máté a mai napig, ha látja a ridikül feliratos A4-es papírokat, akkor ott hagyja, hogy anya, akkor most nézhetek YouTube-ot, mert te dolgozol. Hát ez igen, van. Igen, egy kis elkellett jutni, most már 6 éves. Igen. Már most már nem az van, mint nekem is volt, hogy kivette a mikrofont a kezemből 3 évesen, mint bejöttem Szent Andrási polgármester irodájába. De jó. Kérdezni szeretett volna anyától valamit. Úristen. Mint ugye el kell jutni, ez most már ugye Máté. Ez jó. Esetetekben nagyfiú. Viszont említetted, hogy egy igazi malomról van szó, hiszen hétfő kedden veszitek fel az adásokat, ráadásul ugye naponta 6 adást. És két nap 6 adást. Tehát két nap adást, és ami szerintem még ugyancsak nehéz így riporterként és egy műsorvezetőként ugyancsak, hogy nem egy emberrel beszélgetsz, hanem 4 vendégre épül maga a műsor. Na, hogy kezdődött ez? Hogy készülsz egy ilyen adásra, egy sorozatra? Hát jó szerkesztőim vannak. Mert mégiscsak egy csapatmunka. Ezt én nagyon szeretem elmondani, mert lehet, hogy én vagyok a ínapont, ahogy szokták mondani, és nekem kell vásárra vinni a bőrömet, hogy végül az a műsor jó lesz-e. De ha körülöttem nem lenne egy ilyen csapat, akinek már, hogyha nem írja oda a szerkesztő nevét, akkor is tudom, hogy ki szerkesztette. Tehát már annyira ismerem a gondolatmenetét, mindent. Hát az nem az én feladatom, hogy a vendégeket összeválogatom. Nagyon sokszor megkapom az utcán, hogy jaj, miért azt hívják, meg már inkább egy másik művésznőt néznék, meg miért nem jön az utca embere, meg szóval, és akkor ott vigyorgok egy kört, jó, majd átadom, igen. Szóval én már kész anyagokat kapok, én már most tudom, hogy én jövő hétfőn és kedden milyen témájú felvételeim lesznek, és hogy kik a vendégek, mert ezt jócskán előre kell dolgozni. És akkor a szerkesztők úgynevezett előinterjúkat készítenek, de úgy képzeljék el, hogy nekem mindent leírnak, ami a telefonon elhangzik. És ha 40 percig beszélnek telefonon, akkor az az is benne van a papírban. Tehát nem az van, hogy lapoznék 10-et, mert itt úgy sincs semmi, mert nem tudom, hogy mi van abban a 10 oldalban. Tehát, hogy tényleg, mint az egyetemista, így olvasom végig, kiemelő filccel, rögzítem, jegyzetelek a szélére, úgyhogy minden héten érettségizek, vagy vizsgázok, vagy nem tudom, ez kicsit olyan. De erre már úgy ráálltam, tehát, hogy ezt muszáj, és egyébként meg karban tartja az agyamat, nem? Nagyon sok mindent meg kell jegyezni, és ez jó. Meg amit nagyon szeretek, az, hogy egy csomó olyan téma van, amivel azért a mindennapi életemben én egyáltalán nem találkoznék. Tehát azt gondolom, hogy az általános intelligenciáját az embernek jócskán előrébb viszi, mert bele kell mélyednem mondjuk akár mélyebben abban, hogy mi az a, most mondok valamit, alkalmazkodás képessége. Erről szólt a múlt hét egyik felvétele, és másfél óráig erről kellett beszélgetnem. Szóval, mert ma már az IQ és az EQ mellett ez mennyire fontos a munkavilágában, meg a párkapcsolatokban, és ezt most már megtanultam beosztani az időt, de az elején nagyon nehéz volt, mert én nem az a típusú ember vagyok, aki képes vagyok home office-ban otthon egy íróasztal mellett készülni, még akkor sem, ha a kicsi már természetesen régóta közösségben jár, nem úgy, mint az elején. De nekem a bentlét is egy nagyon intenzív dömpingszerű, tehát én nem érek rá kávézgatni a kollégákkal, és egy kicsit azt éltem meg nagyon sokáig, hogy úgy beszűkül a világ. Tehát amennyire mindenki azt látja, hogy nekem ott milyen jó, és vezetem ezt a műsort, azért emögött nagyon sok olyan dolog van, ami meg úgy nincs meg a... Tehát én közösségben nagyon szeretek dolgozni, hogy akkor ott trécselünk közben, akkor utána folytatjuk, és ezt meg úgy érzem mindig, mikor benn vagyok, hogy ilyen feszített menet, és akkor tak-tak-tak csináljuk az egészet. De azért sok jó visszajön, és akkor az ember vesz egy nagy levegőt, és akkor azt mondja, hogy érdemes folytatni. De már akkor is azt érzed az elején, hogy igen, mint ahogy minden én ezt meg tudom csinálni? Hát... Ez jó, hogy így kérdezted, azt mindig kimondtam, hogy igen, meg tudom csinálni, mert ezt nem mondtam volna, akkor nem tudok beleállni. Tehát ez evidens volt, hogy igen, és volt, hogy a tükör elé álltam, és potyogott a könnyem, és igen, meg tudom csinálni. És nem azért potyogott a könnyem, mert közben azt gondoltam, hogy nem tudom megcsinálni, hanem az a rengeteg támadás, amiért. És akkor egyszer csak azt mondtam, hogy jó, ebből nem tudok kiszállni, tehát ezt most már csinálnom kell, elvállaltam, akkor nem olvasok kommentet. És egyetlen egyet sem olvasok el.
Egyetlen egyet sem, mert akkor én már nem élnék szerintem. Tehát, hogy az emberekben olyan bántás van, hogy az valami elképesztő, amit tudnak írni. És akkor ehhez volt egy hét, én abban tényleg majdnem belealtam, és akkor azt mondtam, hogy nem, akkor ez. És én azóta sem, tehát én semmilyen olyan felületre nem megyek, ahol... Nem az a baj, hogy kap az ember negatívot, ez egy ilyen pálya, kap igen negatív dolgot, nagyon sokszor, csak amikor már olyan embertelenül bánnak az emberrel, mert mindig csak az elődjét felhozva. Azt gondoltam, hogy... És akkor leültem magammal, és akkor azt mondtam, hogy most miben vagyok én más? És hát biztos látják, hogy én egy teljesen más típusú ember vagyok, tehát ég és föl, mint a Jakubcsek Gabi volt, akivel egyébként én jó viszonyban voltam mindig is, tehát nem egy ilyen ellenségeskedésre épült ez a műsor átvétele. És azt mondtam, hogy főleg ugye az Adélka halála után én azért eléggé szociálisan érzékeny lettem, nagyon sok mindenben segítettem alapítványoknak, bejártam a gyerekklinikára mesét olvasni. Szóval sok olyan volt, ami úgy érzelmes ember vagyok, jócskám, hogy akkor erre az empátiára elkezdem építeni önmagam. Hogy van a műsoron túl is, meg előtte is mondjuk egy pici beszélgetés, hogy föl tudom oldani úgy a riportalanyt, hogy bejönnek, és látom, hogy sokszor így bemerebednek a fotelba, mert amíg telefonos interjú van, addig föl sem érik, hogy ja, hát itt ülni fognak emberek. Majd én, nekem ki lesz ott a, bár elmondják úgymond, de nem ismer mindenkit, akivel oda kell ülni, és akkor csak úgy megjegyzem, hogy milyen szép a cipőd, jó a hajad, és akkor valahogy úgy lesz egy ilyen közös élmény ott, vagy mondok valami olyat, ami a témával úgy kapcsolatos, hogy egy ilyen sorsközösséget épít körülöttünk, mert azt kell, hogy mondjam, hogy az sokkal nehezebb ebben a feladatban, hogy az a négy ember kapcsolódjon egymáshoz, talán értik, amit mondok, hogy ott legyen egy olyan, hogy rá tudjon figyelni, tudjon arra reagálni, mert pedig nincs erre időm oda felkészíteni őket, hogy valami kémia ott úgy elindul, és pont tegnap is volt egy ilyen sikerélményem, hogy a stroke adás felvétele kapcsán, hogy a professzor úr oda ment az egyik érintethez, hogy igaz, hogy nem én gyógyítottam meg, de fogjunk már össze, magának van egy alapítványa, nekem meg van valami, nem tudom, minak ott névjegykártyát cseréltek, és már egymást meghívták valami online konferenciára, és akkor úgy mentem haza, hogy na, ez most úgy jó volt, és megvolt, és ezek sikerélmények. Azt mondják, hogy ugye az igazi műsorvezetők, riporterek semmit nem rutinból oldanak meg, hanem mindig készülnek, és mindig a maximumot hozzák. Te is azért valóban még így, azt lehet mondani, hogy 5. éve vezeted a Ridikült, még most is órákat, napokat készülsz egy-egy adásra? Persze, tehát ugyanúgy ez nem változik, hogy kapom az alapanyagokat, olvasok mindenkiről sok mindent, ez nem tud, sőt, és akkor még azt mondom most is, hogy valami új stroke gyógyszer, micsoda, milyen enzim, hova hat, mi van? Na, és akkor első gondolatom, hogy persze ezt majd elmondja az orvos, de hát hogyha mégsem úgy mondja el, vagy ott beletekeredik, akkor nekem azt ott tömören össze kell foglalni, és akkor úgy kisegíteni. Úgyhogy hát az a puska azért van azért a kezemben, hogy egyrészt össze ne gabajodjak, hogy már melyik ki, mert most is volt egy olyan a reformáció adásban, hogy mikorra beültem az adásba, köttem rá, hogy csak azt nem tudom, hogy melyik a Gábor, a Zoli, meg a Sanyi. Tehát azt tudom, hogy mit mondott, de most ő melyik? Úristen! Csak jó hangosan mondják ott az elején a bakuliszta hangba, mert akkor azt se tudom, melyikre nézek. És akkor úgy elönti a hátamat a víz, és akkor így csorog. Mert hogy mindenki civil volt számomra. Mert ugye hát az klassz, a három színésznő odaül, azt úgy az ember behelyezi az eszébe, de hogyha számomra ismeretlen emberek jönnek, akkor ismerkedünk meg, akkor például ez mekkora gondot tud okozni. Úgyhogy néha sokat olvasok még pluszba, de már a játszótéren is tudják, hogy viszem a papírokat, úgyhogy már anyukák már szoktak szólni, hogy figyelünk a Mátéra is dolgozni, és ez nem jó ám. De hát sokszor akkor van időm, mit tudom én, szombat délután, hát a férjem is sokat oda van, egyedül vagyunk, aztán meg kell oldani. Ennek ellenére, hogy mi is készítettük, elárulhatjuk egy kis rövid előinterjút, azt mondtad, hogy vannak azért úgynevezett ajándékmelók, amikor azt mondod, hogy na, szívesen is beszélgetsz erről a témáról, könnyebb is beszélgetni, mik ezek a témák, amik tényleg közel állnak a szívedhez, és akár az ellenpólus, amihez bizony nagyon sok, vagy akár háromszoros meló befektetés szükséges. Hát a mai világ olyan biztos lát, aki néz sokat Ridikült, rengeteg ilyen pszichológia téma. Valósítsuk meg önmagunkat, hogy én idő kell, hogy nemet tudjunk mondani, hogy na, soroljam. Tehát ezeket ugye nem én találom ki, csak meg kell csinálnom.
És én ezeket nagyon nem akartam az elején. Én ilyen racionális vagyok, két lábbal, engem az ilyen spirituális, meg majd ilyen-olyan legyünk. De aztán rájöttem, hogy mennyi mindent lehet ebből egyébként így összeszedegetni, és akkor tanul az ember is, beépíti a saját életébe. Úgyhogy ezeket elkezdtem megszeretni. De azért, ha nagyon tényleg most az igazat mondva, a legjobban azt szeretem, amikor élettörténetek vannak. De hát ezt, ugye, aki regényekben is ezt szerettem olvasni régen, ilyen csíkos könyvek, pöttyös könyvek, milyen jó volt, Kertész Erzsébet és társai, tehát hogy így kiskoromtól megvan ez, hogy mondjuk hogy azt szeretem, igen, hogyha el tudunk érzékenyülni, hogy ott az ember nem feltétlen akar mindig erős lenni. Pont a napokban a Mohamed Ajda, mindenki ismeri, olimpikon vívó volt a vendégünk, akiről én régóta tudtam, hogy a nagyobbik kislánya beteg, Williams-szindrómás, és akkor éreztem, hogy nagyon sokat nyel így közben. És akkor úgy megszólaltam, hogy nem baj, ha elsírod magad. Tehát, hogy embernek kell maradnunk, és persze, hogy nem fog egy életre szóló rendellenességről, ami mondjuk az ő életüket befolyásol, nem úgy beszél. Az lenne a furcsa, nem? Hogyha ebben nem lenne egy olyan kicsit drámai pillanat, vagy egy olyan megingás, mert akkor az már nem ő lenne. És ezt úgy szeretem, amikor ki tudom hozni, hogy merje elmondani, és ott úgy tudok a szemébe nézni, hogy valahogy segítek. Vagy oda tudok, ha ő pont mellettem ül, akkor sokszor én úgy oda nyúlok. És akkor adok egy ilyen érzelmi támogatást a dologhoz. És amennyire ezek nagyon nehezen, tehát nehéz megcsinálni ezt a műsort, mert én is sokszor nyelek, meg sírok, de utána valahogy egy olyan jó nemes érzése van az embernek, hogy meg tudta csinálni. Hát a másik pólus, mondok egyet, horgászás. 50 percben én, tehát hát a családban se volt senki, aki horgászás. El se tudom képzelni én, hogy ott beszéd nélkül ülök, és majd jönnek a halak. Szóval, tehát, de most ez komolyan tudom, be kell lenni, hát én férjem is tudja, hogy nem tudok eleve. Tehát otthon sem. Úgyhogy például hiába jöttek ilyenek, hogy Revicki Gábor, meg az Erdei Zsolt, de én úgy szenvedtem, mint a kutya, hogy azt mutassam, hogy engem ez annyira érdekel, hogy az a hal az mire fog oda jönni. Na, elég ezt mondani, hogy... Igen. Meg hát megérdek olyantól, mikor például most jött, hogy ugye közelek a Minden Szentek ünnepe, hogy reformáció. Úristen, én meg a történelem, akkor most mennyit kell nekem ebbe olvasni, majd biztos itt Lutherről beszélünk, meg nem tudom. De aztán megnyugodtam, mert igazából a mai református ifjúságról volt szó, meg az, hogy akár már az egyházak is így online felületen, ha fönn vannak, akkor ez mennyire már egy normális dolog a világban, úgyhogy egészen más kerekedett belőle, meg más volt a téma, de néha munkacímtől meg tudok ijedni. Úgyhogy van ilyen. Igen, közben szerintem körbeadjuk a képeket, mert majdnem mindegyikről volt szó, egy kicsit nézegessék és azért még visszatérve egy picit a ridikulé, hogy a nosztalgiázva beszéltél a családbaránti időszakról, hogy ez milyen jó volt, és hogy szerettél volna visszamenni, de hogy annyi mindenben kipróbáltad már magad, gyakorlatilag tényleg minden műfajban dolgoztál. Most hogy érzed így a ridikulben, hogy megtaláltad Diósi Kárit? Helyeden vagy? Azt szoktam mondani, hogyha nézők azt mondják, hogy én ott jó helyen vagyok, akkor biztos. És hát remélem azért jöttek el, mert mondjuk kedvtelve nézik a ridikült. Nem fogom azt mondani, tehát nem fogok hazudni, hogy azt mondjam, hogy ez az életem műsora, de biztos azért, mert ebben sokkal több feladatom, tehát nem a könnyedén akarom megúszni ezt a dolgot, hanem annyira nehéz négy emberrel úgy beszélgetni, hogy én ott egy egyensúlyt tudjak tartani, mert mindig van egy beszédesebb, de nekem azért azt kell csinálni, hogy mégiscsak valami balansz kialakuljon, és ha nem is ugyanannyit, de hogy tudjuk jól feldolgozni, hogy akkor, és négy emberrel eljutni a kályhától az ajtóig, vagy hogy szokták mondani, hogy azért annak legyen egy íve, valahova eljussunk a témába, és nem csak ott a elején mondjuk, amit én tervezek a negyedik oldalig a 20-ból, most csak mondtam valamit, ezek mindig olyan izgalmassá és nehézzé teszik, hogy soha nem tudom, hogy a másik milyen lesz, tehát a következő műsor, vagy hogy hogyan reagálnak, hogy ez bennem egy feszítő érzés. Másrészt nincs váltótársam. Tehát én is mentem már be dolgozni, mint nagyon sok anya, amikor muszáj, hogy mondjuk otthon 40 fokos láza van a gyereknek. És akkor persze, hogy ott van bennem, hogy milyen anya vagyok én, hogy eléhelyezem a műsort, és hiába van segítségem mondjuk, aki ott marad, de minden anya ilyen, nem? Tehát, hogy ott lenne a helyem. De közben betelefonálhatok, hogy oké, ma nem lesz felvétel,
Csak akkor nekem a következő héten 6 helyet 9 adást kell megcsinálni 3 nap alatt. És azt még nem. Tehát, hogy ebben olyan rémület beleim áll ennek kapcsán, hogy nem, tehát akkor ezt most jó, megoldjuk nekem, a férjem édesanyja azért sokat tud segíteni, ha kérjük, úgyhogy azért van kire hagyni, és ez egy biztonsági tényező, de hát nekem is volt már olyan, hogy épp csak nem kellett beinjekciózni a torkomat, mert alig volt hangom, és akkor is meg kell csinálnom azt a műsort, tehát inkább ezt feszít ebben, és ez egy óriási lelki tusa, hogy bármi van, akkor is ott kell lennem, és meg kell csinálni. Fel se vetődött még, hogy valamit néha bepróbálkozok, hogy nem lehetne ezt ketten, és akkor nem arról van szó, hogy fél feladatot, hanem majd akkor máshol is csinálok valamit a tévén belül, de nem. Tehát ugye egyelőre nem. Hát ez ilyen. Ilyen szempontból valóban nagyon nehéz, mert ugye azt gondolná az ember, hogy megfogadja egy idő után, hogy a család az első és a munka háttérbe szorul, azért változtál, változtatott rajtad Máté például, a férjed? Próbálok türelmesnek lenni, ami nem megy. Szerintem ez az én gyengém egyébként, hogy sokkal türelmesebbnek kellene lennem mindenben, de azért tényleg ez nem, hogy mondjam neked, nem abból áll, hogy a műsort vagy a tévézést azért e fölé helyezem. Tehát mindig az első, annyira első a gyerek, hogy én már inkább egy kicsit ezt túlzásba is viszem, meg pont a múlt héten valamit nem vittünk be, mondjuk az se az én hibám volt az obiba, hanem a Máté nem mondta, hogy valamit vinni kell, amiről én nem tudtam, és akkor mondom azoknak, jaj, ne haragudj, azt mondja, hogy 3 év alatt még egy vasalatlan pólója se volt, mert mindig úgy jön a gyerek, szóval, hogy nyugodjak már meg, hogy egyszer lehet tévedni, és hogy én ezen nem arcoholjam már magam. Tehát, hogy tényleg mindig krekkel is ki van, minden készített, tehát tényleg a gyerek az első, és ebből nem is engedek. De maga a műsor nincs hatással úgy értve az életünkre. Nagyon nagy meló az embernek, hogy letegye, de hát ez más szakmáknál is így van, hogy nem tudom úgy letenni, hogy nem agyalok, hiszen eleve otthon készülök, hogy még szombaton is eszembe jut valami, akkor mondjuk előveszem a telefont, akárhol vagyunk, és elkezdem megkeresni, mert félek, hogy el fogom felejteni. Ilyen szempontból nem tudom letenni, de húzni kell egy határt, hogy azért onnantól, ha hazamegyek, és mondjuk átveszem a férjemtől a gyereket, mert ő este megy dolgozni mondjuk a műpába, akkor én akkor már csak a gyerekre legyek. De évekkel lettek ebben a műsorban. Tehát, hogy annyira csak ez pörgött, meg ezt akartam minél jobban, hogy ilyen szempontból változok például, hogy húzok most már dolgokat a saját életem köré, hogy az hogy legyen. És azt hogy látod, hogyha már változásról van szó, hogy maga ez a pálya, a televízió, illetve a média téged mennyire formáltát, mi az, amit kaptál ettől a világtól? Hát szerintem eleve az nagyon jó dolog, és az egy kivételes, kiváltságos helyzet, hogy az ember azt csinálja, amit szeret, nem? Hát az egyik legjobb dolog az életben, most mint amellett, hogy szereti a családját, de hogyha ezen a szakmai téren is ki tud teljesedni. Tehát én azért úgy hálás lehetek mindenért, amit kaptam ezen az úton. Azt nem mondom, hogy minden nehézséget ugyanígy végigcsinálnék, mondjuk, de úgy megerősödtem abban, hogy talán jó helyen vagyok, mert azért én persze Kunszen Mártoni kislányként nem álmodhattam arról, hogy én majd milyen műsorban leszek, mert ahogy változik a világ, nem fogjuk tudni, hogy 20 év múlva is milyen műsorok, ha még lesznek tévéműsorok egyáltalán, vagy televíziót nézünk-e, de én azért úgy azt mondom, hogy na csak megcsináltam. Szóval, hogy ez azért ez jó érzéssel tölt el, és azt gondolom, amikor úgy néha elkeseredtem a ridikul átvétele után, akkor is azt mondtam magamnak, hogy de hát téged választottak. Tehát választhattak volna a tévéből még biztos, hát van egy csomó műsorvezető. Annak csak volt oka, hogy mondjuk nekem szóltak, hogy akkor én ezt igen, meg fogom tudni csinálni. És ezek olyan megerősítést adtak. Tehát fura ez egy ambivalens dolog, mert akkor ott pont egy bizonytalanságot okozol, de ha mélyírásol, akkor azt mondom, hogy biztos azért, mert alkalmas vagyok. Uh-huh. És ez úgy lök tovább a pályán, hogy akkor azért csak jó ez így. És mondjuk ma már úgy érzem is meg aki engem úgy Budapesten is találkozik velem, szerintem már mindenki tudja, meg önök is lemérem úgy érzik, hogy engem lehet szólni, én válaszolok az utcán, én nem fogok elmenni, mit tudom én nagyképűen köszönés nélkül az emberek mellett. Tehát én a bosnyák téri piacon nagyon szeretek beszélgetni a nénikkel, akik úgy oda jön, de tényleg, mindig mondják, hogy de hát a tévében műszempillája van.
Hát most direkt nem raktam, jó? Mert én ilyen vagyok, és reggel sem festem ki magam, amikor a Mátét elviszem az óvodába, és utána még bemegyek krumplit venni a Bosnyák téri piacra, mert ott lakunk Zuglóban. Hogy ezekre például kimondottan ügyelek, hogy attól független, hogy igen, én most biztosan nagyon sok ember szemében én most megtestesítek valami olyat, hogy mindenki azt hiszi egyébként, hogy ez mennyire egyértelműen ez egy jó helyzet, és most önök is hallották tőlem, hogy mégsem annyira egyszerű, de hogy maradjak az a lány, aki úgy jöttem, és én ugyanolyan vagyok, hogy tornacipőt húzok, játszótérre járok, ugyanazok a dolgaim, nem is értem, hogy megkérdezik tőlem a sarki közérbe, hogy most én itt bevásárolok és cipekedek. Tehát mitől vagyok én más, nem? Tehát egy miért bejárom önnek kéne lenni? Dehogy, hát odaállok, az főzök. Meg sokszor este megfőzök, hogy másnapra legyen a családnak, ha én mondjuk dolgozok. Tehát persze ugyanúgy élek, és én erre mondjuk büszke is vagyok, hogy tudtam ugyanolyan, teljesen ugyanolyan lány maradni, hogyha két szoffal megyek ki a játszótérre is. Szóval ilyen meg. Igen, mert én annak örülök, ha nem ismer meg senki. És úgy bele tudok folyni abba, ami körülöttünk zajlik. És elmegyünk és bringázunk, mert nekünk az a legjobb családi program szinte, hogy a kocsi tetejére fölrakjuk a bicikliket, és sokat megyünk, vagy együtt vagyunk, úgyhogy... Szóval van ridikül mögötti, melletti, vagy milyen élet is. Akkor azt kívánjuk, hogy maradj ilyen még nagyon sokáig. Azt gondolom, hogy azért Klárival azonosítják nem csak a csilingelő hangodat, hanem a mosolyodat is. Egyébként a hangomat szokták megismerni. Igen? Tehát maszkba megyek az utcán, ismerős valahonnan, és akkor hogy ott le van fedve, van, amikor szemüveg is rajta, van meg minden, és akkor, ja igen, de mondja már honnan! Hát mondok, amit beszélek tovább is. És akkor van, hogy teljesen valami mást mondanak, és akkor úgy megszületem, hogy hát a tévét tetszik nézni, és akkor már úgy beugrik, meg minden, de ezt úgy sokszor megkapom, hogy akár csak a piacon például, amikor így beszélek, mondja már, hogy honnan is meg... Mert a múlt héten egy néni olyan aranyos volt a busz megállóban, azt mondja, beszéljen, beszéljen. De mondom, most itt miről? Csak beszéljen. Úgyhogy remélem, most nem beszéltem olyan sokat. Hogyha esetleg még maradt önökben bennetek kérdés, akkor nyugodtan tegyétek fel, hiszen rájutott rá, úgyhogy válaszolunk. Azt szeretném kérdeni, mert nagyon sok érdekes dologról hallottunk, hogy semmi beleszólása akkor nincsen abban, hogy milyen témák kerülnek a műsorba, ridikülve? Azért olyan van, hogy én ajánlok, vagy én találkozok úgymond ismerős emberrel, de mondjuk az csak egy ember, és azt őt föl kell fűzni, akkor egy témára, és azt már mondjuk nem én csinálom, mert csak adok tippet. Vagy olyan van, hogy azért nem feltétlen fogadom el azt, amit mindig kapok, hanem azt mondom, hogy ez az interjú tök kevés, ebben nincsenek sztorik. Tehát, hogy új történetek, ami, és akkor mondjuk változtatunk, vagy akkor, hát azt mondjuk nem mondjuk az alanynak, hogy most alkalmatlan, de hogy szépen felhívja a szerkesztő, hogy volt valami gubanc, és akkor most valahogy, na, összeszaladtak az emberek, nem tudom. De szóval, hogy igen, na, beleszólhatok, persze, beleszólhatok, de próbálok egyre kevesebbet, mert ahogy mondtam, hogy ugye csapatban dolgozunk, és mint hogy ők is bíznak bennem, hogy az én feladatomat, én is azt mondom, hogy nekem is bíznom kell bennük, hogy azt a valakit mondjuk miért hívták meg, és el kell fogadnom, és meg kell velük oldani a dolgot. Hogy, és van-e lehetőség arra, hogy azokkal, akik ugye ott vannak, az a négy ember, hogy a műsor, tehát hogy menjen a beszélgetés menete? Tehát, hogy előzetesen van-e lehetőség arra, hogy velük úgy megbeszélni? 5 percig ülünk ott körülbelül, amíg ők lejönnek. Tehát ott úgy megy az egész, hogy én lemegyek egy kicsivel hamarabb, egy plusz papucsban. Mert hogy... És azt szokták gondolni, hogy biztos nem tudok-e magas sarkóba menni, de hogy nem, hát minden nő tud, csak kapok cipőket, és akkor mindig mondom, hogy nem koptathatom a talpát. És akkor ott adják rám ott lenni, és akkor van úgy, hogy én még ott ülök kis papucsba, és képzeljük el a múltkor, ilyenek jönnek, hogy Ernyei Béla, ugye a maga eleganciájában, a Siffer Miklós, meg a Zoboki Gábor, a főépítész, aki a műpát is tervezte, és ezek mind ilyen kis... Hát Ernyei Bélát nem kell bemutatni, mondjuk én nagyon szerettem őt egyébként. És én ott ülök a plüss papucsba és várom őket, mert rittig nem hozták le addig a cipőm, és ott égek, hogy fogjuk a beszélgetést elkezdeni. De mondjuk pont egy ilyen hármassal nem is nagyon kell, mert ők ismerik egymást. Tehát amit kérdez, hogyha sokszor olyan van, hogy ismerik, vagy egy most is 3 egyházi kis pap volt nálunk, atya, de ők kiderült, hogy tökre ismerik egymást, és ők ilyen barátian elkezdtek beszélgetni. Tehát ez egy lutri volt, mert én ezt így nem tudtam előre. De egyre több civil jön, mert ez kérés volt a nézők
felől is, hogy nem feltétlen ismert embereket kell hívni, hanem mennyi értékes ember van a világban, akivel egyetértek, és tényleg 5 perc van. És erre mondtam azt az előbb, hogy megdicsérem a cipőjét, vagy teszek egy, hogy oldódjanak egymással. Ők találkoznak a sminkben, meg annyi van, hogy ők tudják, kikkel fognak ülni, amikor fölkérik őket, és elfogadják. Tehát, hogyha valaki akar, akkor utána tud nézni, vagy rákérdez, vagy oda jön hamarabb, és akkor ők azért egy beszélgetést folytatnak. De ezért van az, hogy mondom, hogy néha se tudom, hogy Józsi, Pisti, Csaba, izé. És akkor még ők sem egymást. Hát ez a nehéz, ezt mondom, ez a nehéz, hogy ott teremteni valami olyan hangulatot, amíg hogyha onnan elindul a főcím, akkor az úgy tud működni. Uh-huh. Vagy valaki tud, azért mindig van egy hangadó legalább. Tehát azt érzi az ember, hogy valaki több, és az néha nagyon jó, mert akkor viszi magával úgy a többit is. Van, amikor meg ez pont egy blokkoló, és ezt se tudom előre fölmérni, mert akkor azt mondja a másik, na akkor én hátradőltem, ez így dumál, akkor csinálj. És akkor ugye vannak mozdulataink, tehát hogyha az ember így beszélget, az egy zárt dolog. Hát ugye, mert a kommunikáció rengeteg mindent elárul. Akkor én már látom, és akkor én már így nézek rá, és így mosolygok, meg nem tudom, és akkor úgy konkrétan ránézek a következő kérdésnél, hogy szóval, hogy muszáj ilyen trükköket csinálni, hogy mondjuk oldjam benne is ezt a dolgot. És ilyenkor azt érzem, hogy ilyen pszichológusnak kell egyébként ott lenni. Tehát. És akkor még minden mellett tudja, mit akarok kérdezni, az már egy bónusz, hogy annak menni kell. Hát akkor a hangod mellett azért pedig hozzátenném a mosolyodat is. Jó. És emellett én is hiszek abban, ami akár így rajtad keresztül is tükröződik, hogy két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Uh-huh. Úgyhogy maradj mindig ilyen mosolygós, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.